Jót tenni, segíteni egy életen át. Szeretettel köszöntöm Önöket a Nálatok Mizu mai adásában. Három olyan szakembert hívtam, akik arra tették fel az életüket, hogy különleges képességű fiataloknak segítenek. A stúdióban köszöntöm Rába Juditot, gyógypedagógust. Te ugye az Arany János iskolának az autista csoportjaiban dolgozol, majd megbeszéljük, hogy egészen pontosan mit. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást. Magyar László is a vendégünk, a Szent Kristóf Ház intézmény vezetője. Köszönöm, én is, hogy itt lehetek. És Cetl Andrea, az Arany János iskola ezredéves tak intézményének gyógypedagógusa és az Alba Triatlon elnöke. Igen. Köszönöm, hogy itt vagy. No, egy nagyon fontos téma az, ami miatt elhívtalak titeket. Egyrészt a szakmátok szépségéről szeretnék majd veletek egy kicsit beszélgetni, és fontosságáról, jelentőségéről. A másik célom az az, hogy ugye azért ti ketten mindenképpen nagyon sokat megfordultatok már nálunk itt a tévében, és szeretjük az olyan vendégeinket megmutatni, egy picit jobban megismerni, egy picit jobban, akik azért így a híradóinkban már szerepeltek, de itt legalább most már van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit jobban belemélyedjünk a dolgokba. Most a jelen pillanatban itt a koronavírus helyzetre lennék az első pár perc erejéig kíváncsi, hogy nálatok Mizu most, ott, ahol tevékenykedtek, dolgoztok nálad ugye több területen is, mi a helyzet most? Mert azt azért a nézőknek elmondjuk, hogy február 8-ai dátumunk van most jelenleg. Ezt muszájnak tartom elmondani, mert hetek múlva kerül majd adásba ez a mai műsor, és addig még rengeteg mindent változhat a helyzet. Judit, kezdjük veletek. Hát nálunk nehéz a helyzet. Ugye én egy integrációra felkészítő, előkészítő csoportban dolgozom. A legfontosabb profilunk ugye az integrálódásra való felkészülés, és ehhez szociális és egyéb olyan területeket, szociális területen és egyéb olyan közterületeken próbálunk együtt lenni többségi általános iskolásokkal, többségi gyerekekkel, ami most ugye teljesen blokkolva van, úgyhogy nálunk ez nagyon nehéz. Aztán az autizmussal élőknél egyébként is nehéz a bezártság, egyébként is nehéz a maszkviselés, a sokfajta szabálynak az elfogadása, az újdonságok az életükbe, ahhoz való rugalmas alkalmazkodás, tehát ez nekik nehéz időszak, és most már hosszan elhúzódik. Itt ugye nálatok volt azért egy olyan jogszabályváltozás, hogy nem feltétlen kell az autista, nem tudom, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt maszkot hordani. Így van, ez nagy könnyítés számukra, azonban nálunk ugye az integrációra felkészítő területen, ahol többségi iskolába átjárnak, ott azért olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik tudnak ezekhez a szabályokhoz alkalmazkodni, de azért nehezen alkalmazkodnak. Minden egyes nap újra meg kell velük ezt beszélni, miért fontos, illetve nekünk is nagyon fontos az, hogy ez az integráció sikerülhessen, illetve a többségi tanárok elfogadják őket. És van közöttük olyan, akik krónikus betegek, vannak olyanok, akik transzplantáltak, tehát sok olyan kérés van felénk is, hogyha tudunk, akkor alkalmazkodjunk. De akkor ezt minden nap újra és újra megbeszéljük, vagyunk egy-egy nehéz napon, egy-egy nehéz induló órában, mert van olyan is, hogy reggel még nagyon jól alkalmazkodik, és kicsivel később meg valami éri, és utána már nehezebben alkalmazkodik a szabályokhoz. És nektek, mint gyógypedagógusoknak így ebben az időszakban mennyivel más kihívás ez? Az nyilvánvaló, hogy mondjuk a gyerekekhez máshogy kell hozzáállni. Amúgy is nagy figyelmet igényel, nagyon-nagyon sok megbeszélést igényel, nagy együttműködést, részünkről nagy rugalmasságot. És egyébként azért azt is el kell mondani, hogy amikor autizmus területen dolgozik az ember hosszú ideje, akkor önmaga is azért kicsit rugalmatlanná válhat, úgyhogy azért nekünk is mindig visszafelé kell egy kicsit alakítani magunkat. De úgy érezzük, hogy ez most azért nehéz nekik. Úgy érezzük, hogy nehéz a gyerekeknek, és ez most már nekünk is nehezebb feladat. Sokkal több megbeszélést igényel, sokkal több probléma megoldó helyzetet igényel, mint korábban. Tehát azért amikor kicsit ki tudunk vonulni egy kicsit a probléma helyzetből, az mindig könnyebb, de amikor benn vagyunk, és csak ott tudjuk megoldani egy helyben, és még mindig fennáll valami, akkor az nehezebb. Mi újság van a Szent Kristóf házban? Hát nálatok tünemény fiatalok laknak, szoktunk velük találkozni, hogyha egy-egy ilyen esemény van, hát ami most ugye sajnos nincsen. Például van ez a Neked munka, nekem álom című kis minden évben megrendezésre kerülő program, amiben nagyon nagy szeretettel részt vesznek a gyerekek, vagy hát fiatalok.
És mindig, amikor találkozunk velük, akkora öröm és olyan boldogság van rajtuk, meg látszik rajtuk, hogy szeretnek mindig kimozdulni eseményekre, programokra. Most mi van nálatok? Ugye ez egy bentlakásos, illetve nem bentlakásos, van egy olyan része is, de hogy ilyen otthoni nevelő intézet, illetve nappali intézet, most mennyire járnak be hozzátok? Hát körülbelül azt tudom mondani, hogy a fele kétharmada a fiataloknak, aki most rendszeresen bent van. A bentlakók közül is többen döntöttek úgy, hogy inkább otthon tartózkodnak a családdal, akinek még van, mert ugye sajnos már több olyan fiatal van, akinek nincs család, és emiatt úgy az a helyzet, hogy ott kell folyamatosan bent lenniük. Illetve a nappalisok között is körülbelül kétharmad, aki rendszeresen bejár naponta. Tudok csatlakozni egyébként az előttem szólóhoz, hogy nálunk is ez a hosszúság az, ami most egyre inkább megvisel mindenkit. Tehát, hogy most ha mindenki azt számolgatja, hogy mikor lesz más, hogyan lesz a következő hónap, vagy mikor lehet azt, hogy már szabadon költöznek be, ki szabadabban lehet jönni, el tudunk menni programokra. Tehát most már nagyon, nagyon hosszú ideje megy ez a dolog, ráadásul most tél van, sötétebbek a napok, szomorúbb az időjárás. Tehát, hogy én azt érzem, hogy most igazából ez az, ami nagyon megvisel bennünket. Ettől függetlenül én továbbra is azt látom, hogy aki bent van, az jól érzi magát, az örül, hogy ott találkozik a társakkal, munkatársakkal, próbálunk mindenféle olyan dolgot kitalálni, ami most működtethető. Nyilván nem tudunk elmenni, nem tudom, uszodába, sportcsarnokba, egyéb helyekre, de ami a épületen belül megoldható, azt csináljuk. Sétákat mindig tervezünk, azért ott a sorstól nekünk egy nagy ajándék, hogy ott van mellettünk a tanösvény, meg a szép környezet. Tehát amire képesek vagyunk, azt csináljuk. De mi is ezt várjuk. Most egyébként az elmúlt időszakban a bentlakók, illetve a munkatársak egy része megkaphatta a védőoltást, ez is egy ilyen nagyon várovárt dolog volt, hogy talán ennek köszönhetően majd kicsit szabadabb lesz az élet, úgyhogy bízunk ebbe, hogy ez ténylegesen majd oda vezet, hogy már nem kell mindent ilyen nagyon szigorúan betartani. Picit kitérnék én is a maszkviselésre. Nálunk az az érdekes, hogy nálunk is egyébként ugye ez a szintén egy jogszabály megengedte, vagy hát felmentette a értelmileg akadályozottakat a maszkviselési kötelezettség alól. Ugyanakkor itt is vannak olyanok, akik viszont a maguk meg egyébként a biztonság érdekében szeretnék, hogyha maszkba lennének. Most ezért nehéz eldönteni, hogy most akkor van lehetőség, hogy valaki hordja, valaki nem hordja, de akkor mennyire menjen hozzá közel a másik. Tehát ebben egy elég sok minden érdekesség alakul így napközben. Úgyhogy nem mondom, hogy olyan felhőtlen a mindennap, de végül is azért jól megvagyunk. És egyébként ezt leszámítva, mennyire sikerült elfogadniuk a helyzetet, hogy mennyire tudják egyébként ők felfogni egyáltalán, vagy elfogadni azt, amiben benne vagyunk? Hát én azt gondolom, hogy a többség azért úgy megértette, hogy ez egy ilyen helyzet. Nyilván a családból megkapják ez a megfelelő támogatást, vagy megerősítést, vagy biztatást. Vannak, akik úgy értetlenül állnak, hogy most mi is történik, meg miért van ez, de én azt gondolom, hogy én azt tudom mondani, hogy elég érett fejjel tudják ezt az egészet viselni és vinni. Szóval olyan büszkeség is ez egy kicsit rájuk gondolva. Andi, nálatok mi a helyzet az ezredévesben a fiatalokkal? Hát nagy örömünkre szeptemberben rendesen kezdhettük el a tanévet, úgyhogy azóta is rendes tanrend szerint folyik az oktatás. Minimális létszámban vannak a gyerekek online oktatásban, az én osztályomban például egy gyermek. Hát nagyon örültek, hogy jöhetnek, és bárminek örülnek, hogy ha egyáltalán ott velünk történik valami, az nekik is nagyon hiányzik, hogy nálunk is nagy volt a jövésmenés, igyekszünk mindig sok vendéget hívni, kirándulni, utazni, jönni, menni. Ez egy kicsit furcsa nekik, hogy ezek most nincsenek, de olyan szépen megtanulták, és mindenre mondják nekem is, hogy hát Andi néni, koronavírus van, mondom, oké, tök jó, hogy ezt így már tudjuk. Úgyhogy a hangulat egyébként jó, tehát igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy imádják ezeket az online órákat is, amik ugye bekapcsoljuk az otthon lévő tanulókat. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ez hogy valósul? Hát ezt így valósítjuk meg, hogy amikor tartom egyébként is az órát, akkor ugye hívjuk anyukát, aki ugye bekapcsolja a telefonján a kamerát, és akkor az otthon lévő gyermek látja, hogy mi történik, ugyanúgy hozzászól az órához, úgyhogy ezt így tökéletesen meg tudjuk oldani. Ha nem így van, akkor pedig a feladatot küldök, azt is mindig úgy, hogy fényképpel, hogy mi hogy csináljuk az iskolába, a kis videóval mondom el, hogy mit szeretnék, ha otthon megcsinálna, úgyhogy ezt így nagyon élvezik.
És van neked egy másik szerelmed is az életedben, ugye ez az Albatria, ahogy már mondtuk. Itt most a sportéletet azért elég rendesen keresztbe vágta ez a helyzet. Igen, de hát ugye hál' Istennek az igazolt versenysportolók azok sportolhatnak továbbra is, úgyhogy most itt is már ugyanolyan aktívan zajlik minden szeptembertől, tudjuk az uszodát is használni. Úgyhogy ezt is nagyon értékelik ott is a gyerekek és az amatőrök is, úgyhogy teljes. És mi újság van a versenyszervezése, mert hát számos futóversenyt és igen, hát ugye tavalyi évben elmaradtak a rendezvények, hát most március 7-én van az első Gánti terepfutóversenyünk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy meg lesz a verseny, és mehet, és zöld utat kapunk mindenre. Úgy néz ki, hogy egyébként akkor mindegyőtöknél úgy jól veszítek az akadályokat, illetve hát az élet, amit hozott, azt sikerült így megugrani. Egy picit menjünk vissza így az életetekben. Miért választja valaki ezt a pályát? Miért választja valaki azt, hogy sérült embereken, hátrányos helyzetűeken akar segíteni? Azt tudom, hogy ti ketten, te bár hasonló családi indítatás azért megvolt, de hogy egy időre azért elszakadtál ettől. Nálad pedig, ha jól tudom, ez jó későn jött be az életedbe. Kezdjem én. Hát igazából végse későn, tehát hogy én gyerekkoromban, hát régen Május Egytér volt, most Szénatér, tehát előtte is Szénatér volt, de tehát én ott születtem, ott laktam abba a lakásba, mi egy nagy család vagyunk, nekem 8 testvérem van, tehát 9-en vagyunk testvérek, és nekünk ott a szomszédban volt, ami most is ott van, a szociális intézmény, de most idős ellátás, de abban az időben nem csak idősek voltak, hanem nagyon sok egyéb akadályozottsággal élő ember élt bent, ugye akkor az volt még a megoldása az államnak, hogy szociális intézményekbe elrejtette a fogyatékkal élőket. És akkor ott a siketnémáktól a kerekesszékes, az értelmeakadályozottak, mindenféle lakó volt, és mi ott a mindennapokban állandóan találkoztunk velük. Tehát nekem gyerekként az volt az érzésem, hogy amikor kimentem a házból, akkor jöttek ők is szembe a másik épületből, és most beszélgettünk, amennyire tudtunk, együtt játszottunk, tehát ilyen természetes volt. Aztán a keresztény közösségek kapcsán kerültem kapcsolatba a sörédi nyaraltatással, ahol szintén fogyatékkal élőknek a nyári nyaraltatása folyik. Ez is egy elég meghatározó dolog volt. Aztán mert hogy ez itt önkéntesként igen, is tevékenykedtél. Igen. Aztán menet közben a saját családomban is szembesültem ezzel a dologgal. Nekünk a 4 felnőtt gyerekünk közül a lányunk, aki már nem kislány, mert 29 éves, ő is érte meg akadályozottként éli az életét, tehát mi ott is szembesültünk ezzel. És én azt éltem meg a mindennapokban, hogy nagyon jó velük lenni, nagyon jó a lányunkkal is lenni, de hogy általában jó ezekkel az emberekkel együtt élni, együtt lenni velük. És egyébként tényleg igaz, amit kérdeztél, hogy én jó sokáig másik területen voltam, villamosmérnökként dolgoztam, de ez mindig része volt az életemnek valamennyire ez, hogy az akadályozottsággal élőkkel való kapcsolata, velük együttélés. Aztán amikor egyszer úgy döntöttem, hogy most akkor váltok, akkor a Caritas keretén belül sikerült elindítanunk a Szent Kristóf házat, de már célzatosan fogyatékkal élőknek a támogatására. Tehát amikor én oda mentem, akkor már eleve megfogalmaztunk egy ilyen célt, hogy ezen a területen próbáljunk valamit létrehozni. Ez volt mondjuk 2010-ben? Hát 15 éve, 16 körülbelül. Azért gondolom, hogy néhány bejáróval vagy lakóval kezdtétek azért akkor még, most meg azért vagytok jó páran. Mennyire, hogy látod ezt az elmúlt mondjuk 10-15 évet, hogy sikerült felfejleszteni arra, ahol maradt? Hát nekem annak idején, hogy az adódott, hogy itt iskolában dolgozó szakemberekkel ülünk most együtt, hogy akkor én mindennapos bejáró voltam én is az iskolában, ott tanult a lányunk, és akkor én ott nagyon sok szakemberrel, gyógypedagógussal, tényleg elhivatott szakemberekkel találkoztam, akikkel annak idején 15 évvel ezelőtt elindítottunk egy klubot, szintén önkéntes alapon. Tehát minden szerda délután a Marashegyen a templomhoz tartozó közösségi házba egy 2 órás programot szerveztünk a fiataloknak, és mindenki önkéntesen jött. Tehát a gyógypedagógusok, segítők, családok, barátok, mindenki. És ezt csináltuk 4-5 évig. Nekem egy óriási tanulóidő volt, mert azzal együtt, hogy sok mindent tudtam róluk, megismertem őket, mégis a szakma azért ott volt körülöttem, vagy mellettem, nem tudom, a jó szakemberek által. Úgyhogy nekem egy nagyon jó tanulóidő volt. Körülbelül 20 fiatal járt, és én azt gondoltam, hogy amikor létrehozzuk az intézményt, akkor mind a 20-an átlépnek.
Most ehhez képest csak ketten-hárman léptek át, és akkor, ahogy kérdezted az előbb, szépen fokozatosan kellett fölfejlesztenünk ezt a létszámot. Először elindultunk Fehérváron, aztán Fehérváron kívülről, most is körülbelül ilyen kétharmad Fehérvár, egyharmad környező településekről bejáró fiatal van. És hát én azt láttam akkor is, hogy pontosan azért indítottunk el ezt az egészet, mert azt láttam, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki kikerülve az iskolából, vagy otthon szorul a négy fal közé, ha nem tud elmenni dolgozni, nincsenek olyan adottságai, képességei. Ráadásul még egy családtagot is otthon tart ezzel, ugye, mert valakinek felügyelni kell, otthon segíteni. Úgyhogy ezt a részt próbáltuk mi ezzel egy kicsit orvosolni. És nagyon sok olyan családdal találkoztam, akiknek szüksége volt erre segítségre. És azóta pedig most is azt látom, hogy folyamatosan vannak megkeresések, tehát most már az utóbbi nem tudom hány évben, most már inkább az a nehézség, hogy nem tudom mindenkit fölvenni, nem tudom mindenkinek segíteni. Ez igaz a nappali ellátásra, és még inkább igaz a bentlakásos ellátásra. Egyébként, hogyha a nappali foglalkoztatásról beszélünk, mi mindent tudnak nálatok csinálni ott a fiatalok? Hát van egy általános nappali ellátáson belüli mindenféle színes program, tehát ebben benne vannak az egyéni fejlesztések. Ugye most én mindig azt szoktam mondani, hogy mi már nem oktatási intézmény vagyunk, ettől függetlenül, amit az iskolákban jó pedagógusoknak köszönhetően megtanultak, azt nem szeretnénk, hogy elveszem. Tehát emiatt azért vannak minden nap rendszerességgel egyéni fejlesztések vagy foglalkozások, szinten tartások, tehát ha valaki megtanult egyszer olvasni, írni, akkor az nem maradjon el, tehát ne felejtődjön el, de nagyon sok egyéb praktikus dolog, tehát volt olyan fiatal, aki amikor először eljött hozzánk, akkor életében akkor ült először buszon, amikor elmentünk a könyvtárba együtt. Tehát, hogy ilyen alapvető dolgok, vagy egy vásárlás, pénzkezelés, a higiéniának a megtartása. Tehát nagyon sok olyan dolog, ami szükséges általában egy ember életében, azt úgy csináljuk. És akkor vannak olyan dolgok, hogy különböző kézműves foglalkozások, amiben a festészet, a rajz, a színezés, a egyéb alkotások, termékeknek a feldolgozása, vannak zenei, irodalmi programjaink, tehát nagyon sok ének van, nagyon sok zenélés van a maguk egyszerű módján, tudunk olyan eszközöket a kezükbe adni, mivel nagyon szép számok készülnek, vagy előadások készülnek, próbálunk a táncra, a sportra, a mozgásra figyelni, ez mindennapos, hogy valamilyen mozgás van az életünkben. És akkor van egy másik része is még a mostani nappali ellátásnak, ami a fejlesztő foglalkoztatás kifejezés takarja ezt a lehetőséget, hogy most jelenleg 15 fiatalnak tudtuk azt felkínálni, hogy naponta 1-2 órát ténylegesen dolgoznak. Ez most ilyen egyszerű tevékenység, hogy nem tudom, az intézményünknek az udvarát, a szomszédos, ott van mellettünk a templom udvarát, a járdát, a buszmegállót, ezeket söpörjük, takarítjuk, összegyűjtjük a levelet, illetve egyéb ilyen kézműves dolgokat állítanak elő, és akkor ezért ők egy fizetést is kapnak. Tehát ez megint egy olyan pont, amiben azt gondolom, hogy az ő életüket teljesebbé tesszük, és önállóbbá is, hiszen a saját pénzükkel ők saját maguk gazdálkodnak akkor. Tehát egy kicsit megint közeledünk az átlagembernek a lehetőségeihez, ami így egy kicsit az ő életük kiteljesedése. És egyébként mindenre hány szakember van nálatok? Hát most, hogyha mindenkit beleveszek, a bentlakást is, meg a nappalit, és akkor most vagyunk 21 főállású, és van 4 megbízási díjas munkatársunk. Tehát elég, azt mondom, elég nagy létszámmal. Ami még egy picit azt tudom mondani, hogy hozzátesz ehhez a dologhoz, hogy nagyon sok olyan érték van a munkatársakban, olyan tudás, olyan adottság, amit oda ajándékoznak. Tehát, hogy nem csak a szakmát hozzák, hanem a saját belső lelküket, vagy azt az ajándékot, ami mindenkiben ott van, hogyha oda tudjuk ajándékozni, attól még szebb lesz a mindennap. Erről a lélek dologról majd még beszéljünk egy picit, de még menjünk akkor most tovább, Judit, nálad honnan jött az indítatás? Hát én amióta emlékszem arra, hogy valamit szeretnék csinálni, vagy mit szeretnék csinálni, hogyha felnövök, akkor az mindig valami fajta segítő foglalkozás volt. És én először, amikor én még 94-ben érettségiztem, akkor még azért ez az AIDS téma ez nagyon futott. Én akkor mindenáron AIDS-eseket akartam ápolni. De erről természetesen lebeszélt mindenki, hogy ez nem jó irány, van ettől jobb irány. És ha már mindenáron nagyon szeretnék, akkor lám, itt van a fogyatékos terület, hogy ott mindig szükség van. Mert rögtön nem vettek föl az egyetemre, és akkor én elkezdtem asszisztensként dolgozni az Ezredéves Tagintézmény akkori
iskolájába, és ott olyan mentorom volt, olyan két pedagógus mentorom volt mellettem, akik nagyon nagy hatással voltak rám, és mindig támogattak abban, hogy ez egy jó irány nekem, ez nekem nagyon fekszik, a gyerekek nagyon szeretnek, és egyébként meg a gyerekekkel való találkozás az ilyen első szerelem volt, tehát hogy amikor megismertem őket, akkor én őtőlük nagyon-nagyon sok szeretetet, odafigyelést, örömet, boldogságot, tehát hogy egy csomó olyan impulzust kaptam, ami nyilván addig is valamilyen szinten megvolt az életemben, de mégis ez egy ilyen hatalmas dózis volt, és az akkori szülők nagyon-nagyon jó fejek voltak, nagyon együttműködőek voltak, nagyon, nagyon csapatban tudtunk dolgozni, együtt lenni, kitalálni dolgokat így, ahogy aztán az a rés is betömődött itt Fehérváron. Tehát, hogy ezek úgy mindig inspiráltak, mindig többet adtak. És aztán elfelejtettem az eredeti irányt, és aztán maradt a gyógypedagógia. És hogyan jött az autista rész? Az autizmus az egy másik nagy szerelem volt. A Söréden voltam én is segítő, és amikor kerestek autizmussal élő fiatalok mellé pedagógust, akkor az akkori vezető mindenféleképpen olyat szeretett volna, aki már találkozott, viszonylag fiatal, könnyen betanítható. Akkor ez még nagyon-nagyon új volt itt Magyarországon. Én azt mondtam egyébként, hogy az akkori szemlélet teljesen nyugat volt a bármihez képest, ami akkor itt volt Magyarországon közoktatás szinten. És aztán oda bekerültem, ilyen 3 hónap próbaidőre, és az volt a következő szerelem. Tehát, hogy ott meg valami olyas valamit láttam, amit sokan mondanak, hogy ezek a gyerekek nagyon zártak. Ki kell őket bontani, meg kell találni a hozzájuk vezető utat. És mindig feladatorientált voltam, meg célorientált voltam, és akkor ez úgy újabb lendületet adott, vagy inspirációt nekem, hogy ez úgy nagyon megtetszett. És akkor ezt most már jó ideje csinálod? Igen, hát ezt most már 99. januárja óta. Hány gyermeked van most jelenleg? Mármint a csoportban? Igen, akik a csoportban most 9 van, 10-zel kezdtünk, aztán egy most elment, egy többségiskolába, és most 9-en vannak. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy nem osztályfok szerint vannak besorolva, hanem képességstruktúra szerint, azért mert nyilván akik integrálódnak, azok nem biztos, hogy kitesz 5 vagy 6 fő első osztályt, 5 vagy 6 fő második osztályt, úgyhogy gyakorlatilag első osztályostól 6. osztályosig van most a csoportomban kisgyerek, ahol az előkészítést próbáljuk, és elkezdjük ugye a folyamatos átszoktatását a többségi iskolába. Tehát akkor itt mindig az a cél, hogy integrálódhassanak, bár mondjuk az autizmus spektrum zavar azért egy tág fogalom. Nagyon-nagyon széles, nagyon-nagyon széles. Így van, ezért is mondom, hogy ugye a mi csoportunkban épp intellektusú, magasan funkcionáló, autizmussal élő fiatalok, gyerekek vannak, és abszolút az a cél, hogy sikerüljön az integrálódásuk, és később a társadalom való beilleszkedésük, akár a munkaerőpiac megtalálja őket, tehát hogy mindig ilyen távlati célokban gondolkodom én elsősorban. Közben felírtam magamnak ezt a szót, hogy sikerne, hogy elfelejtsem, hogy majd azért erről is beszélünk, de még azért Andinak az indítatását meghallgatjuk. Neked, ha jól tudom, akkor családból jön, ugye? Egy gyógypedagógus szülőkkel. Igen, szüleim gyógypedagógusok, nagypapám már az 50-es években intézményigazgató volt, tehát ő is gyógypedagógus volt, úgyhogy én vele születtem. Itt helyben? Nem pont itt helyben, Velencén is többek között, és hát értem az iskolába, az intézetből jöttek a gyerekek, ők ugye enyhe értelmi fogyatékosok voltak, de állami gondoskodásban is nagyon sokan éltek akkor, úgyhogy nekem is természetes volt, hogy ma szenteste, akkor mi az intézetben vagyunk. Én nagyon jól ismertem őket kicsi koromtól fogva, de nem volt célom, hogy gyógypedagógus legyek, ezt egy kicsit így rám tették a szüleim. Én a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára felvételiztem, ami nem sikerült, és akkor mondták, hogy na látod, hogy nem sikerült, gyógypedagógiára kell menned, és hát akkor elvégeztem a főiskolát, és aztán utána sokáig nem, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy én a vendéglátás és kereskedelem, amit 20 évig ugye folytattam is,
És aztán volt az életemben egy olyan változás, amikor döntenem kellett, hogy hogyan tovább, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ez a végzettségem, ezt tanultam, akkor hajrá, menjek egy iskolába tanítani, és így is lett, és most már 9 éve itt vagyok a Tehát az akkor ezredévesbe. Ott kezdted, és azóta is igen, ott vagy. Igen, igen. Jó. Ez volt az egyik része, ez még a szakmai része. Igen. És a sport hogy jött az életedbe? Hát sporton és világéletemben sportoltam, én atlétizáltam, illetve előtte kajakoztam, és fontos volt, hogy valami olyan dolgot csináljak, valami kihívást kerestem, ahogy a gyógypedagógiához is, mikor visszakanyarodtam, és akkor elkezdtem maratonokat futni, azt már kevésnek találtam 5 maraton lefutása után, és akkor gondoltam, hogy valami még keményebb dolgot szeretnék, és akkor jött ez a triatlon sportág, illetve tudtam, hogy nincs komolyabb módja itt a városba, és akkor több ilyen érdeklődésű emberrel megalapítottuk az Alba triatlont, ami most már 5 éves múltra tekint vissza. Picit azért még beszélhetünk erről, hogy aztán abból a néhány emberből, akikkel akkor indultatok, most már azért elég szép számmal vagytok. Hát igen, nagyon sok munka van benne, nagyon kevesen indultunk, tényleg volt olyan edzés, hogy 3 gyerek volt lenne edzésen, meg volt 2 lelkes amatőr, de aztán kitartottunk, rám azért ez nagyon jellemző, ez, hogy amibe belefogok, azt azért már végigcsinálom, és hát most már azért közel 100-an vagyunk, most már leraktuk a gyökereit itt a városba, a sportágnak, hát illetve nagyon sok olyan dologba is beleállunk, akár versenyszervezésbe, akár olyan rendezvényekbe, ahol mindig egy kicsit azért belecsempészem a gyógypedagógiát is. Igen, akár ilyen jótékonysági akcióban. Igen, igen, és most már úgy tűnik, hogy stabilan működünk, és népszerűek vagyunk. És a maratonokkal nálad mi is? Hát azóta... a maratonok mostanában nem volt. Azért voltak ott kis sérülések is, azért nem egy könnyű dolog, meg azt mondom, azért évente egy elég. Hát most már jó ideje nem futottam, fél maratont igen, de maratont nem, úgyhogy sem megint motoszkál a fejembe, hogy azért csak meg kéne mutatni, hogy még megy. És a kettő egyébként egymás mellett hogy fér meg? A munka és a sport. Mert azért egy egyesületet vezetni sem lehet egyszerű dolog, meg rendezvényeket szervezni. Csak a kollégámból indulok ki, Kaiser Tomiból, aki egyik fülén a telefon és szervez mindenfélét, közben meg az a híradós anyagokat írkálja. Igen, hát nagyon-nagyon sok idő. Hál' Istennek a munkahelyemen ezt tolerálják. Néha a főnökasszonyom, mikor bejön, megkérdezi, hogy most... tanítasz, vagy Alba triatlonozó, de ő is jól kezeli ezt. Hát nagyon át kell gondolni, kevés idő jut, hogy edzésre járjak, de úgy vagyok vele, hogy amikor tudom, hogy mennem kell, és nekem is edzenem kell, akkor lerakok mindent, és megyek. Lehet, hogy ez késő este, vagy hajnal, de valahogy mindig belepréselem. Még amiről nem beszéltünk, de még egy picit majd azért visszakanyarodunk a szakmátokra, hogy mindannyian családos emberek vagytok. Vannak gyerkőcök, ővelük egyébként így a szakmátokat, hogy sikerült megszerettetni, és ők ő rajtuk keresztül, vagyis hát az ő nevelésükben mennyire tudtátok alkalmazni azokat a módszereket, amit mondjuk a többieknél, hiszen az biztos, hogy nektek jóval nagyobb türelemmel kell rendelkezni, mint egy átlag szülőnek. Jól gondolom? Hát, halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek, a pedagógus gyerekek. Mert mire hazaérsz, addigra a türelmed elfogy, a kedved az csökken, úgyhogy nem, de egyébként szerintem egy ilyen szülőpár, vagy egy szülő mellett is intravénásan szívják magukba. Tehát észrevétlenül én azt látom, hogy most, amikor a pályaválasztás elé kerül, mondta a nagyfiam, és úgy közölte, hogy akkor ő mit szeretne, akkor csak néztem, mondom, hogy te eddig nem ezen a területen gondolkodtál. De hogy őt ez a terület is nagyon érdekli. Tehát ez a pszichológia, ez a gyógytestnevelés, ez a hipoterápia, a gyerekekkel való foglalkozás. Mondjuk azt láttuk, hogy a gyerekekkel nagyon-nagyon szeret foglalkozni, de hogy ez szakmába is, vagy így egyáltalán hivatásba eszébe jutott volna, azt nem. Hát a középső lányom, és ő is abszolút a segítő, tehát ő meg minden áron gyógyítani szeretne, orvos szeretne lenni, úgyhogy ő nála is ezként. És észrevétlen tényleg, tehát hogy
hogy nem gondoltam volna egyikről sem. Meg otthon mi erről nem nagyon beszélgetünk, mert az a felállás, hogy szakmát nem viszünk haza. Tehát otthon már másról beszélgetünk. Azt azért elmondanám a nézőknek, hogy a te férjed toronyatjának a testvére. Igen. Ha jól gondolom. Igen. És jól tudom. Nálatok akkor ez a pici vallásosság is azért jelen van. Nagy vallásosság. Lehet vallásosság. Én azt mondom, hogy inkább hívő élet, tehát hogy megtért hívő élet, én azt mondom inkább. Tehát, hogy mi nem ilyen családból jöttünk a testvéremmel, de aztán valahogy a hívást azt hallottuk, jó helyre kerültünk, és maradtunk, mert továbbra is olyan hívásokat és olyan jeleket kaptunk, úgyhogy ez fontos az én életemben, meg a családunk életében. Ha már a testvéredet említetted, akkor elmondom a nézőknek, hogy Rába Harriet a testvéred, a kedves kolléganőnk. Nálatok ez a gyerek dolog, ez hogy alakult? Én teljesen egyetértek ezzel a dologgal, mert nálunk is úgy van, hogy illetve kicsit más azért, mert ugye nálunk a gyerekek között is van egy akadályozottsággal élő, de én is azt gondolom, hogy ahogy éljük az életünket, az gyakorlatilag az a nevelés, vagy irányítás, vagy anélkül, hogy erőszakot követnénk el. Nálunk most úgy működik, hogy a legidősebb gyerekünk ott dolgozik szintén a Szent Kristóf házba, a legkisebb, hát ő is most a 28 éves, ő Pesten ugyan informatikát tanult, és azzal foglalkozik, de mellette gyerek otthonba jár önkénteskedni, és ott létrehoztak egy egyesületet, hogy hogyan segítsék őket. Tehát, hogy ez úgy jön. Tehát én is azt gondolom, hogy ha csinálunk valamit hitelesen és lelkesen, akkor ez úgy valahogy a részeivé válik. Mi azt nem tudjuk megcsinálni, hogy otthon nincs szakma, mert nálunk minden. Hát eleve hazajön a lányunk az intézményben, és elmeséli, mi történt. Hazajön a fiunk, és elmondja, hogy most éppen ő mit látott aznap. Tehát itt nálunk nincs ilyen, hogy otthon nem beszélünk erről. Tehát tulajdonképpen állandóan meg. Én azt gondolom, hogy a család nekem óriási erő folyamatosan. Tehát a feleségemmel, hát nyilván érintettek is vagyunk, de még amikor még csak barátok voltunk, már akkor is fontos volt számunkra a fogyatékos ügy. Tehát, hogy nekünk ez olyan automatikus, hogy ezzel foglalkozunk, hogy beszélünk róla. Nem egyszerű egyébként, mert nem tudjuk abba hagyni. Tehát, hogy én nekem nagyon sokszor vannak olyan nehézségeim, hogy nem tudok kikapcsolni, mert folyamatosan pörög valami a fejem, és ugye otthon meg ugyanezek az információk jönnek. De én is azt gondolom, hogy a gyerekeink, hogyha ha jó, akkor ők ezt tovább viszik, és egyébként nálunk is nyilván meghatározó a keresztény gondolkodás, a Jézus által elénk ért példának a követése, tehát azt gondolom, hogy az, hogy a másik emberhez odafordulunk, hogy próbáljuk segíteni, szeretni, elfogadni, ez olyan automatikus belülről jövő szükség tulajdonképpen. Uh-huh. Anni, nálatok ez az érintettség, ez átment a gyerekekben? Hát két lányom van, és ők mindig azt szokták mondani, hogy anyám, neked mindenkihez van türelmet, csak hozzánk nincs már. De ez szerintem nem így van, szerintük igen. De sokat látják a gyerekeket, én hajlamos vagyok a féliskolát hazavinni, megmutatni otthon a saját dolgaimat, illetve az Alba triatlonos rendezvényeken. Nagyon sokszor vannak ott az iskolából is a gyerekek, úgyhogy akarva, akaratlanul megismerték már őket. Már név szerint sorolják az osztályomban lévő gyerekeket, úgyhogy azért valamilyen szinten ők is ebbe belefogytak, de nem ilyen irányban tanultak tovább, és nem gyógypedagógusok lesznek. No, azt hittem pedig, hogy itt is ez lesz a csatornom, mert hogy szabadon engeded őket. Mert hogy egyébként az én egyik kislányom is az Aranyba jár, a Szegfi Gyula utcai intézménybe, és én is azt veszem egyébként észre most már a testvéren, aki 9 éves lesz, hogy folyamatosan azt mondja, hogy anya, én, hogyha felnőtt leszek, akkor embereken akarok segíteni, és akkor mindig mondom, hogy menj el orvosnak, de mindig azt mondja, hogy nem, anya, én vagy olyanokon, akik szegények, vagy olyanokon, akik sérültek, tehát már most látom azt, hogy van benne egy ilyen kis érzékenység. De ez nagyon jó, hogy van egyébként, igen. Tehát azért szerintem nem baj, hogyha ezt mondjuk átadják a kis társaiknak is. No, kanyarodjunk egy picit arra vissza, hogy azok a fiatalok, akikkel ti foglalkoztok, azok mit adnak nektek? Mert hogy ugye azt beszéltük, hogy egy picit más lelkük van nekik, mint mondjuk az átlagnak. Mondjuk, hogyha én nem túl sűrűn voltam mondjuk felnőttek között, de
De előtte, mondjuk amíg a tévével el nem mentünk egy-két helyre, addig mondjuk Dankorossal találkoztam. És azt tudom, hogy nekik nagyon nagy szívük van, nagyon-nagyon szeretnek, és ölelgetnék egész nap talán az embert, ha így kívülállóként jól látom. De hát például nálatok, hogyha volt már olyan, hogy bementem hozzátok, és jöttek oda, és így ölelnek, és így viszik a táskámat. Van egy fiú, aki állandóan elviszi a táskámat, bármelyik rendezvényre megyünk, vagy eseményre, tök mindegy, akkor viszi, meg hogy ő őrzi. Tehát, hogy nagyon, és nagyon figyelnek, az is biztos. Nálatok ez, te hogy látod? Hát én abszolút ezzel azt tudom mondani, hogy így van, tehát, hogy nem mondom, hogy hibátlanok vagyunk, vagy bárki hibátlan. Tehát nyilván nekik is megvannak a maguk rossz napjai, vagy érzékenységeik, de más szempontból meg én azt tudom mondani, hogy sokkal nyitottabbak, őszintébbek, tisztábbak. Tehát nagyon sok olyan jelzőt tudnék felsorolni, ami én erre szoktam, azért szoktam ezt a kifejezést sokszor használni, egy különleges képességűek, mert látszólag úgy tűnik, mintha ők olyan hiányokkal születtek volna, és azzal élnek az életüket. Más szempontból meg hát óriási kincsek. Tehát, hogy nekünk otthon a lányunk, hát azt tudom mondani, hogy ő a legnagyobb tanítónk. Tehát ahogy ő éli az életét, ahogy hozzánk fordul, ahogy, hát nem is tudom, nem tudom szavakkal elmondani, de ez egy óriási erő, és most ő egy a többiek közül, tehát a többiekre is ugyanez igaz. Szóval én azt élem minden nap, hogy nagyon jó velük lenni. Tehát, hogy szoktuk ezt mondani, hogy nem egyszerű ez a feladat, tehát azt senkinek nem mondom, hogy itt mindenki csak szórakozni jár a munkahelyére, de egyébként ilyen jó hangulatú, meg ilyen sok minden emberrel, szeretettel körülvéve valószínűleg kevés hely van. Tehát, hogy mi ezt, én legalábbis ezt úgy élvezem a valós értelemben is, hogy örülök, hogy ilyen helyen lehetek. Tehát ez egy nagy ajándék szerintem az ő részükről. Az autista gyerekeknél azért egy picit lehet, hogy más a helyzet. Nem tudom, jól gondolom-e, bár hogy szeretetet adni képesek. Képesek. Azt gondolom, csak hogy ők ugye tényleg zárkózottabbak. Képesek, de így igaz, tehát hogy alapvetően ugye a fogyatékos vagy fogyatékkal élőknél azt elmondhatjuk, hogy igen, a szeretet, az odafigyelés nagy tanítók. Az autizmussal élőknél nekem ők a nagy tanítók. Tehát, hogy nagyon megtanítanak az alázatra például. Nagyon megtanítanak arra, hogyha egy probléma helyzet van, akkor ne menekülj, és az első próbálkozás, a második próbálkozás után ne add fel. Tehát, hogy azért a türelemre tanítanak például nagyon. Úgyhogy nekem ők ezt adják ebben ők nagyok. Andi, nálatok azért ott a ti gyerekeitek között nagyon sokfélék vannak, ugye? Tehát sokféle sérüléssel mondjuk így csúnyán élnek ők, és azért itt is a tolerancia az nagyon fontos, de hogy mit adnak nektek? Hát én nagyon nagy örömmel megyek be minden nap, tehát sokan mondják, hogy úristen, ez egy olyan nehéz feladat, meg hogy mennyi energiát veszíthetek én ott el. És mondom, hogy én már reggel, mire fölérek, a tetőtérben van a termem, addigra már körülbelül 15 ölelést kapok, meg 15 kiabálást, meg hogy jaj, de szép vagy, Andi néni, jaj, de csinos, tehát hogy már mire fölérek, már egy olyan pozitív hangulatba kerülök, hogy ott nem is lehet rossz kedvűnek lenni, és hogy ők mindig mindennek egyformán örülnek. Nem baj, ha esik az eső, nem baj, ha hideg van, nem találnak kifogásokat, hogy miért van rossz kedvük. Tehát, hogy ők engem inkább csak feltöltenek, és egy öröm köztük lenni. De akkor lenni, ezek szerint ez egy jó visszacsatolás annak, hogy valamit jól csinálsz. Igen. Meg mindannyiótoknál, hogyha ugyanezek a jelek jönnek igen. vissza. Őszintek. Ezt úgy szokták mondani egyébként, de nem, annyira nem vagyok mindenkivel kapcsolatban, hogy a értelmeg akadályozottaknál talán a leggyorsabb a visszajelzés. Tehát, hogyha bárki oda fordul hozzájuk, vagy ott van velük, akkor nagyon gyorsan sugároznak felénk. Tehát lehet, hogy nem minden csoportra igaz ez, de náluk ez nagyon gyorsan megtörténik. Tehát a mi ajándékunknak, tehát hogy mi kapjuk ezt az ajándékot, de ez olyan nagyon gyors visszacsatolás. Tehát ez úgy meg is erősít bennünket, én azt gondolom a mindennapokban, mert nagyon jó, most nem a dicséret a lényeg, hanem hogyha látjuk azt, hogy mosolyra derült valaki, vagy hogyha most tényleg jól érzi magát, akkor ez egy rögtön megerősítő dolog. És még pont akartam a sikerről beszélni, de akkor ezek szerint ez is hozzátartozik, akár egy mosoly is lehet a sikernek a jele, hogy valami jó. Nálad
Ugye azt mondtad, hogy integrálni próbáljátok a gyerekeket, azért az egy nagyon nagy fokú sikerélmény lehet, hogyha eljuttok odáig, hogy valakit képesek vagytok berakni egy másik olyan iskolába. Az egy nagyon nagy sikerélmény, de mindig szoktam mondani, hogy ez egy nem egy abszolút sikersztori azért. Tehát, hogy kicsiben, kicsi lépésekkel, kicsi eredményekkel, és aztán nagyban általában ott van az újabb feladat, és hogyha nem tudod végigvezetni, már pedig nem nagyon tudod, mert jön a következő kisgyerek, a következő csoport, az enyém az 1-től 8-ig tart, első osztálytól 8. osztályig, akkor utána, hát utazó gyógypedagógusként még egy picit ott tudunk lenni, mondjuk ilyen heti 1-2 órában, de tulajdonképpen az abszolút elfogadás, befogadás területén még azért nagyon kis gyerekcipőben járunk. Szerintem úgy összességében a világ, én azt gondolom, én nem gondolom, hogy ez magyar sajátosság lenne, de hogy ez azért így van. Ezen hiába dolgoznak a szakemberek, nagyon-nagyon sok programunk van nekünk is, akár bázisintézményi programunk, bármi, nagyon-nagyon jó látogatottságú is általában, és mégis nehéz. Tehát, hogy azért, és akkor még ott van a másik oldala, ugye a gyermek oldala, vagy a fiatal oldala, hogy valameddig sikerül vezetni, és aztán jön egy az általánosítás náluk nehezen megy, jön egy újabb probléma helyzet, ott megállnak, és ha nincs mellettük segítség, nincs mellettük jó módszertan, akkor megtorpannak, megállnak, és akár újra el is vesztik, akár mondjuk a munkahelyüket, vagy azt a területet, ahol éppen tevékenyen dolgoznak, vagy aktívan részt vesznek. Laci, nálatok mi a siker? Mikor sikeres a ti munkátok? Sokféle. Én az előbb, amit mondtam, hogy akár, hogyha egy foglalkoztatásba be tudunk vonni embereket, és ők ki tudnak teljesedni, tehát egy ilyen teljesen egyszerű kis dolog, hogy amikor elkezdtük először, hogy Árdát le kell söpörni, akkor volt, aki kifele söpört, a másik utána meg visszafele. És akkor egy hét múlva rájöttek, hogy mindenkinek egy irányba kéne, ez egy siker. De hogy ami aktivitás van bennük, amire szívesen csinálják, amire lehetőségük van, és egyébként én azt mondom, a siker számomra most azt jelenti, hogy felnőtt emberként ők a lehető legönállóbbak tudjanak lenni. Tehát meg tudja hozni a döntéseit, ha tud, akkor tudja magát valamilyen szinten fönntartani, ellátni, gondoskodni magáról. Tehát most ez nem fog mindenkinek adódni, mert az állapota mondjuk nem olyan, de ezek a maguk szintjén, hogyha tudnak működni, ezek mind sikerek, és persze siker az, hogyha örömmel jönnek. Tehát hogyha azt látom, hogy nekik fontosak a társak, fontos a program, akkor azt érzem, hogy jól érzik magukat, és akkor ez már egy siker. Egy dolgot még mondok, ami nekem így mindig a mindennapokban így megfogan bennem, hogy nagyon sok függ attól, hogy ki milyen értelmi szinten van, és van egy olyan szint, ahol az ember fölfogja, hogy milyen helyzetben van, tehát mondjuk elég értelmes, elég ügyes, de nem tud változtatni rajta. Na, ez egy nagyon nehéz állapot. Ez nyilván a saját életünk is igaz ez, amikor tudom, hogy akadályoztatva vagyok, és nem tudok rajta változtatni. Vannak olyanok, akik úgy azt látják, hogy mások, mint a többi, de nem annyira zavarja őket, nekik egy kicsit simább az élet, nem könnyű, de nem kell állandóan ezen szembesülni a gondolataikba, hogy nekem nem sikerül, nekem nem sikerül, nekem nem sikerül. Szóval, hogy tehát nehéz, mindenkinek egy külön utat kell bejárni, ahol előre tud lépni. Andi, nálatok az is siker, hogyha mondjuk, ahogy már a műsor elején említetted, egy jótékonysági akciótokban mondjuk be tudjátok vonni a sportolókat is, de mondjuk a sérültek javára dolgoztok. És igen, és úgy gondolom, hogy ezek a színházi előadások, amit most már ugye hármat is be tudtunk mutatni, tehát az a gyerekeknek egy akkora élményt és emléket okozott, hogy az mindennapi téma azóta is, hogy ők mikor állhatnak meg én színpadra, hogy ennyi ember kíváncsi volt rájuk, és hogy ekkora sikerük volt. Ez nekik egy óriási élmény, illetve az, hogy én azt tekintem sikernek, hogy minél több mindent meg tudjak mutatni nekik a világba, hogy minél több helyre eljussunk, és lássák, hogy mi van egyáltalán körülöttük, illetve egy kicsit Judithoz kapcsolódnék annyiba, hogy én utazó gyógypedagógusként egy enyhefokú autista fiút kísérek most már 9 éve az általános iskolából, most ő már 11-es a Teleki gimnáziumba, tehát egy nagy nevű, siker. Erős gimnáziumba, egyetemre készülünk, és
pont a napokban az egyik online órákon kérdezte meg, hogy te Tandi néni egyetemen mi lesz velem? Hát mondom, én már egyetemen nem leszek, de hogy nekem ez egy óriási siker, hogy nagyon nehéz volt az elején, senki nem hitt benne, hogy ő egyáltalán benn fog maradni egy iskolai közösségbe, és hogy ebből még egy teleki gimnázium lett, tehát ez egy, ez hát egy kés csoda. Szívből gratulálok, a hideg is kirázott. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek a szakmátokról, magatokról. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok még nektek az életben, és nagyon-nagyon kívánom, hogy sok-sok értékes embert sikerüljön felnevelnetek. Köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, nálatok Mizu lesz két hét múlva is. Viszontlátásra!